füzeteimből tanulok, illetve a könyveimből, és így átnézem őket. Ezek a felvételek vasárnap délután készültek. A Nyíregyházán élő Dobró Zsuzsanna az utolsó pillanatokat is kihasználta a tanulásra. A Vasvári Pál Gimnázium végzős diákja emelt szintű vizsgát is tesz majd angolból, mivel pluszpontokra lesz szüksége a felvételihez. A Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkezek, és biomérnök szakot választottam. Hát ugye oda 400 pont kell, és ezért szükségem van a pluszpontokra is. Ez pedig már az érettségi első reggele. Érkeznek az iskolába a Máté Szalkai Esze Tamás gimnázium diákjai. Nagy az izgalom a folyosókon, mindenki azt latolgatja, vajon milyen feladatokat kapnak. Próbáltam az előző évi érettségi feladatokat megcsinálni, mint a feladatokat is csináltam. A felkészítő tanáraim már tudták, hogy milyen típusú feladatokra számíthatunk, és inkább arra fektetük a hangsúlyt. A tantermekben pedig előkerültek az üdítők és az édességek, minden, ami serkentheti az agyműködést. Csokoládé az mindig van nálam, és ajánlják a banánt és a szőlőcukrot, úgyhogy ezt is hoztam a biztonság kedvéért. Nyíregyházán a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban 67 végzős készült a magyar írásbelire, közülük 4-en emelt szinten tettek vizsgát. Az írásbeli előtt a diákok mobiljaikat letették a tanári asztalra és várták a feladatot. Ezt az időszakot nagy munka előzte meg. Otthon csináltam pár ilyen előző érettségi feladatot, illetve matekból jártam külön tanárhoz, illetve angolból, és akkor így készültem az érettségire. Néhány jó tanács még a vizsga előtt, majd mindenki megkapta a feladatlapját. A magyar nyelv és irodalom középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tartott. A vizsgázóknak 2 feladatlapot kellett kitölteniük, a szövegértési feladatokra 60 perc, a szövegalkotási feladatok megoldására pedig 180 perc állt a rendelkezésükre. A vizsga első részében Moravcsik Gyula a Papíruszok világából című művének egy részét kellett értelmezniük a diákoknak. A szövegalkotás részben 3 feladat közül lehetett választani. Érvelésnél Csóri Sándor Nomád naplójából kaptak egy szövegrészletet a diákok. Az értelmezési feladat Tamási Áron Szerencsés Gyurka című novellája volt. Ha valaki pedig az összehasonlítás mellett döntött, akkor Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez és I. és Gyula Bartók című művét kellett kifejtenie. Na, mit írtatok? Érvelés. Jelentés. Ezek pedig már az érettségi utáni megkönnyebbült pillanatok a Vasvári Pál gimnázium előtt. Egymást kérdezik a diákok, ki mit választott, hogyan dolgozta fel a témáját. Emelt szinten érettségiztem, összességében nehezebbre számítottam. Szerintem jó lett, meglátjuk majd 31-én, amikor megkapom. A témák nem voltak annyira nehezek, volt egy nehezebb ilyen egy Csát Géza novella, azt úgy kicsit nehezebb volt értelmezni, meg úgy maga a feladatutasítása se volt annyira teljesen egyértelmű, de azt lesz számítva teljes mértékben jó volt minden. A vizsga szabályai az előző évekhez képest nem változtak, ám ettől az évtől az érettségire jelentkezésnek előfeltétele volt. Az ez év érettségi vizsga legnagyobb újdonság a közösségi szolgálat, hisz idén kell először teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálatot az érettségvizsga feltételeként. A mi adataink, mi információink szerint nincs olyan tanuló az országban, aki a közösségi szolgálat miatt ne kezdhetné meg az érettségvizsgát. Az érettségi vizsgák holnap a matematika írásbelivel folytatódnak.